Dávid vagyok, biciklista. Ma reggel megint bal lábbal keltem fel az öcsémet, aztán felkerekedünk és elkerekezünk a kodőröt a felébe. Tér, ahol már kritikusta megvár minden járgány, emelkedik a fejek fölé jó felemelő látvány. Azonnali radikális forgalomcsökkentő intézkedéseket, gépjármű forgalomcsökkentő intézkedéseket, nem 10 év múlva, most. Komoly összegek állnak jelenleg is a költségvetésben. Természetesen számon lehet kérni, hogy akkor miért nem használjuk ezt a forrást ezerrel kerékpárút építésre. Egyáltalán nem érdekli őket, hogy mi van a városban, az se érdekli őket, hogy mi lesz, és az se érdekli őket, hogy én mint városlakó mit akarok. Olyan tehetetlensége van az egésznek, ami a mindennapi rutin szerint épül egy út, leaszfaltozzuk, lefestjük, ha van pénz, úgy minden ugyanúgy megy, tűnik 20 éve. Én azért gondolom azt, hogy nem jármű, mert nem bármikor használható és nem korlátlanul használható. Én hobbi eszközként használom a kerékpárt. Valóban a munkámat ellátni nem tudom vele, tehát arra alkalmatlan, hogy alternatívát teremtsen. Hajt a vérem, mi a sajt a lábam általában. Amíg a szívem kalapál, addig a pedál sem áll le nálam. Mint a derék mókus benn a kerék közepén, én is úgy tekerek. Miért ne lehetne a világ épp az én kerekemmel még kerekebb? Hogy ott így belül így van egy ilyen sugárzás, van egy kis fény a szívünkben, és ezt így meglátjuk egymással, és tudjuk, hogy így te is eljutottál, de hogy te szelért, oké, ez egy zsír, és akkor így örülök, hogy itt vagy, és így tiszteletem, és így áldás békesség.